Nemzeti értékünk a szabjavívás, erről is lesz szó a Weekend második részében. Köszöntöm Önöket, vendégeim már itt ülnek velem szemben, Tóth András Tamás, iskola vezető, a Nyíregyházi Simonyi Úbester Magyar Szabjavívó Iskolából, társa, tanár, társa mondhatni, Sipos László, valamint itt van a könyvtártól Tomaszowski Anita igazgató, ugye a megyei és városi könyvtárról van szó, és hát furcsa társaság így egymás mellett, de hát létezik egy ilyen együttműködés, mert hogy a szabjavívósok megkeresték a könyvtárat, vagy fordítva, majd ez kiderül, de hogy volt egy közös programotok, és lesz is. Anita, mesél az együttműködésetekről. Az együttműködés ott indult el, hogy engem kineveztek a Nyíregyházi Település Értéktár bizottságának az elnökének, és ennek apropóján a következő nemzeti értékünket február 16-án 16 órakor a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban mutatjuk be, ami nem más, mint a magyar szabjavívás, a borsodi vívórendszer, mint nemzeti értékünk került bemutatásra egy bemutatóval és kiállítással egybekötve, és úgy gondoltuk, hogy ennek megalapozásaként, illetve hogy a két intézmény között egy együttműködés meginduljon 2017. február 17-én 17 órakor az iskola három gyönyörű és értékes könyvet ajándékozott a intézménynek, a könyvtárunknak. Hát ugye Borsodi László neve már elhangzott az imént. Így van, ez egy nagyon értékes és egyedülálló könyv. Ezek a könyvek forgalomban nem kaphatóak, így a könyvtár révén bárki hozzá tud férni és el tudja olvasni. Ezzel indítottuk meg a két intézmény között az együttműködést, és további gondolkodás van, hogy miként tudunk még együttműködni és egymást segíteni. Azt, hogy a nemzeti értékünk, ugye a szabjavívás, meg kell ismertetni a nyíregyházi lakossággal, és az értéktár erre az értékes esték programsorozat keretében bemutatja majd februárba. És igazából ezeket a könyveket 16-án akkor már meg lehet nézni, így van, át lehet, lehet lapozni, nézni, és utána lehet pedig olvasni. Akkor veletek ismerkedni, hogyha úgy van. Szerencsére az iskolát már volt lehetőség ugye bemutatni itt a Weekendben is. Ismét fogtok egy kicsit kardozni, vívni itt a műsorban, de mindezek előtt azért ti is meséltek erről az együttműködésről, meg hát a felajánlásról. Miért volt szükséges, fontos a ti számotokra, hogy ez a három könyv oda kerüljön a megfelelő helyre? Meséltek. Hát először is köszönjük szépen a meghívást nektek, és nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit. A szabjavívás, illetve ennek az értéknek az ápolása nem csak arról szól számunkra, hogy hetente kétszer-háromszor edzést tartunk. Ennek van egy kulturális, van egy sport, van gyakorlatilag régiségek, régi tárgyakba kifejezhető kulturális történelmi háttere. És ez legalább olyan fontos, mint maga az, hogy vágjuk azt a fejvágást. Mert ugye mi nem vagyunk sportolók, nem is ez a cél. Sipos Laci barátom, ő az Zrínyibe tanár, én, mint ahogy tudod, gyógyszerész vagyok, és tehát nem, nekünk nem az aranyérem a lényeg, hanem az, hogy ezt ápoljuk, megmutassuk a nyíregyháziaknak, jó hírét keltsük a régi kardvívóknak, illetve támogassuk a mesterünket abba a nagy erőfeszítésbe, mely során ő ezeket a könyveket megírja. Tehát a könyveknek a szerzője Mádai Norbert, aki a Magyar Szabjavívó Iskola megalapítója, a mesterünk, és gyakorlatilag ő általa születtek meg ezek a könyvek, ami gyakorlatilag hát mindegyik különlegesség. Most, hogyha már a borsodi könyvről beszéltünk, a Borsodi László fővívómester, ő hát csak röviden 9 olimpiai bajnokot nevelt ki, és még sincs sportlexikonokban róla szó. És ez egyfajta hiánypótló mű is. Tehát akkor ezért is fontos, hogy egyrészt
bekerülhetett Anitáékhoz, ugye a könyvtárban ez a három könyv. Amúgy ezeket ki is lehet kölcsönözni majd, vagy ez hogy fog? Ez annyira értékes, hogy az olvasóteremben lesz majd elérhető, hozzáférhető, de helyben használatra. Igen, ezek abszolút nem olyan Mádai könyvek, mint például a Pál utcai fiúk, amiből van gondolom 20 a könyvtárban. Így van. Úgy, ezek egyediek. Igen, egyediek. Tehát ebből 200-300 darab készült. Tehát igazából ezt a Szabja Vívó iskolának gyakorlatilag nyilván a vezetője, illetve a mesterei, tanítványai támogatásával jön létre. Tehát minket a Jóistenen kívül ebben nem támogat, vagy legalábbis kevesen. Úgyhogy, de ezeket meg kell írni, tehát a mesterem úgy mondaná, ezek becsületbeli ügyek, ezeket meg kell csinálni, mert így van rendjén a világ. Meg hát így ismerkedhet meg vele minél több ember is. Ugye február 16-án lesz ez a program, ahol ti is bemutatkoztok majd az Értékes Esték programsorozaton belül. Nagyon sokan lesznek ott, már előre látom, mert nagyon sokan érdeklődnek amúgy a hagyományőrzés iránt, nagyon sokan érdeklődnek ugye az értékek iránt. Nemzeti érték most már hivatalosan is a szabjavívás. Mit kellett ehhez tenni? Vagy csak szimplán tényleg megtalálni ezt az értéket is? Hát volt egy formai része, nyilván jelentkezni kellett. Be kellett ugye egy ilyen elbíráláson ment át a települési értéktárnál, illetve a megyei értéktárnál, és utána gyakorlatilag egy több 10 oldalas, nem 30-40 oldalas beadványt állítottunk össze, amiben Laci barátom is nagyon sokat dolgozott, hogy a 50-100 vagy akár még régebbre visszamenő szabjához, víváshoz kapcsolódó történelmi adatokat fölleljük, belefoglaljuk ebbe a dologba, de ami legalább ilyen fontos, hogy ne csak annyi legyen, hogy beadtuk, bekerültünk és készen van, hanem ez legyen egy aktív értékápolás. Tehát, szerintem ebben segíthetek minden bizonnyal, mert megkérlek titeket arra, hogy a sisakokat vegyétek fel, és akkor lássunk valami különlegeset, akár egy ilyen eltervezett vagy adhok jellegű koreográfiát tőletek szabjavívás közben természetesen. Igen. A felszerelést tényleg azért vegyétek fel, tehát hogy nehogy itt valami történjen. Vigyázzunk. A sisak azt kell. Persze. Ez már ismerős. A tisztelgés az meg volt. Az már ismerős a régi. Egyértelművé tette számomra is, hogy akkor a gyakorlatnak, a bemutatónak vége. Én átmegyek ide hozzátok, hogy a kamerák és a nézők is jobban lássanak minket. Mi volt ez a bemutató? Mit láthattunk? Milyen mozdulatokat láthattunk tőletek? Hát, gyere ide nyugodtan, Tamás, kérlek. A szabjavívásnak az alapja az, hogy a csatatérre tervezték, tehát ez nem egy pontokért, nem lámpavillanásokért volt, hanem arra, hogy egy maximum két vágással harcképtelenné tenni az ellenfelet.
és hát azt láthattuk, hogy hogy lehet a lehető legrövidebb mondom befejezni, tehát mint ahogy látszott, tehát ez nem hollywoodi vívás. Igen. Tehát ugye ott, hogyha nyilván az ember megnézi, ott a pengét próbálják ütni. Azt lehet nagyon sokáig sem. Itt meg két csuhintás, ha úgy van, és vége. Igen, úgyhogy beszéltessük már kicsit a Laci barátomat is. Igen, azt hiszem, hogy szegény Tamás csak fárad. Mennyi idő alatt lehet amúgy elsajátítani így az alapokat? Te, mint az iskola egyik tanára, azért már jó néhány diákon túl vagy szerintem, azért itt mennyi időintervallumra kell gondolni? Pár hét, vagy azért kellenek ide évek? Egy koreográfiát nem nehéz elsajátítani, de ahhoz, hogy jól csinálja az ember, azért hosszú hónapok, évek kellenek. Mi Tamás negyedik éve csinálja, én harmadik, de eleinte tényleg minimális alapokat dolgoztunk ki, arra lehet ugye építkezni. Tehát hosszú-hosszú évek munkája az, ami még előttünk áll. Hát azt elhiszem, meg hát rengeteg gyakorlás, én csak hallom, hogy szuszogtok, figyeljetek, magatokra hagyunk, tehát tényleg így egy kicsikét pihenjetek, igyatok egy korty vizet, mert hogy most jön egy kis összefoglaló, a Függöny felcímű előadás sajtónyilvános főpróbáján jártunk szerdán este. Árgyellen Edina, a Móri Zsigmond Színház marketing vezetője amúgy már múlt héten volt nálunk, és beharangozta ezt a bizonyos új darabot, amit Puskás Tivadar rendez. Most egy pár perces összefoglalót kedv csinál. Láthatnak, addig a fiúk szuszannak egyet és isznak egy pohár vizet, és nem sokára érdekes témával jövünk vissza, gyógynövényekkel. Én pedig tartom a kajtót, visszarakom a kajtót, és ott hagyom a szardíniát. Így szokott lenni. És a kezedben az újság. Ott hagyom a szardíniát, fogom az újságot, így szokott lenni. Lehullik a kő az ember szívéről. Miről szól a Függöny fel története? Egy angol színházi társulatról, amelyik egy darabra készül, és annak a megpróbáltatásairól. Megmutatjuk a darab próbáját, a darabot hátulról és a darabot előről. Ez egy nagyon nehéz darab. Itt 8 ajtó van, 9 szerepelnek benne, tehát 89 ajtó jönnek, vagy 98 ajtó jönnek, mennek, félreértések vannak, egyszerre csukódnak, egyszerre nyitódnak, senki nem találja a másikat, és mégis mindenkivel összeakad. Tulajdonképpen ezek a konfliktus helyzet és az egymás közötti élet, amit egy színész társulatban szokott lenni, vagy éppen feltételezzük, hogy majdnem ilyen. Hálás dolog, mert azért a színházat ismerjük. Tehát tudjuk, hogy valóban mi igaz ebből, és mi nem. Nyilván általában minden színpadi mű azért egy meseszerű, nem teljesen valóságos, hisz akkor évekig játszhatnánk. Tehát rövidített, zanzásított része az életnek, és abban megpróbáljuk besűríteni, ami egy színház körül lehet és történhet, még akkor is, ha nem minden úgy van, ahogy majd látni fogják. Mennyire áll az ön szívéhez közel a rendezés? Nagyon szeretek, egyre jobban szeretek rendezni. Egyre jobban, mert a teljességet látom abban a pillanatban, nem csak a színészi feladatot látom, mint színész egy darabban, hanem az össz darabnak a létezését, hogy működhet, mik az igazi mozgatórugói a darabnak, hogy milyen gondolatok vannak még azon kívül, mintha csak egy szerepet játszanék benne. Milyen a díszlete és milyenek a jelmezek? Kik voltak ennek az alkotói? Van egy dramaturgunk, aki Sednyánszki Nóra, aki nagyszerűen működött közre, és nagyszerűen dolgozta át a darabot a színpadra. Hamvai Kornél fordítása egyébként, a díszletet az Boldizsár Zsolt csinálta, a színházunk műszaki vezetője, aki egészen pazar és csodálatos díszletet teremtett ehhez az előadáshoz. A jelmez pedig Horányi Júli, aki nem csak hogy díszlet és jelmez szervező, hanem kitűnő énekesnő is. Nekem személyes jó barátom, és nagyon bírtam az ő vagánságát és extrémségét, ahogy egyáltalán létezik a világban, és ezért aztán őt kerestem meg, hogy csinálja meg a jelmezeket, és azt hiszem, hogy jól is sikerültek. Köszönöm, Loi. Akkor te most még nem jössz kell. Loi! Ha már most úgyis megálltunk, hadd mondjak még valamit, Loi. Én már sok rendezővel dolgoztam, Loi. Például... Jen? Én egy színészt játszom, akinek az a neve, hogy Gary LeJune. És ugye ez színház a színházban, tehát van egy Roger Lillicap nevem is, akit a Gary alakít. Gary, aki a színész, és ő alakítja ezt a szerepet,
a darab Béli darabban. Nagyon különleges egyébként, ugye mi szoktunk az élet mindenféle területén alakítani mindenféle foglalkozást. Ugye azt szoktam mondani, amikor mondják nekem, hogy általán voltál katona, én azt szoktam mondani, hogy én nagyon sokféle katona voltam, amerikai is, meg iraki is, és mindenféle katona, a magyar huszároktól elkezdve, sőt, még akasztott ember is egy filmben. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy színészt alakítunk, de végtelenül izgalmas, tehát saját magunkat ki tudjuk parodizálni azért, ez benne nagyon-nagyon érdekes szerintem. Milyen volt a próba folyamat? Nagyon nehéz, viszont feletté izgalmas. Szerintem nagyon jó maga az anyag, tehát ez egy remek darab, és jó csapat jött össze, jó rendezővel, ugye Puskás Tivadart már régóta kollégám is tekinthetem barátomnak, és mindig nagyon szeretek vele dolgozni, szóval tulajdonképpen a várakozásoknak megfelelő volt, csak különlegesen nehéz az anyag. Egy kicsit hosszú is, de sokat ugye húztunk belőle, és emiatt fokozott figyelmet követelt, hogy rengeteg helyzetre kell odafigyelni. Mindig azt mondják, hogy nehéz vígjátékot játszani. Ön mit gondol erről? Én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz vígjátékot játszani. Kívülről úgy tűnik, hogy hát itt bohóckodás van, itt hülyéskednek, viszont az a nagyon nehéz benne, hogy iszonyatosan pontosnak kell lenni. Mert hogyha egy vígjáték nem pontos, akkor nincs ritmus az előadásnak, és onnantól kezdve minden borul. De hogy az életben is ugye akkor vicces valami, hogyha pont akkor jött be valaki, amikor becsapódott egy ajtó. Ez ugyanígy van színpadon is, csak ezt nagyon keményen ki kell gyakorolni. És a történet is nagyon vidám? Igen, alapvetően ugye az az érdekes benne, hogy színészek vígjátékot játszanak, mert fognak menni egy turnéra. És közben látjuk, hogy nekik is vannak életük, tehát nekik is élik a mindennapjaikat, szerelmi problémák vannak, féltékenységek, és szépen elfárad ez a turné, és látjuk, hogy majd egyre nehezebben tudják egymást elviselni. De a közönség biztos el fogja tudni viselni. Nagyon bízom benne, szerintem tetszeni fog a közönségnek. Ha ügyesek vagyunk, és meg tudunk mindent tenni, akkor ez egy sikerdarabnak kell, hogy legyen. De jó mondom! Hogy ne, teljesen! És mi örülni fogunk magának, de jó mondom! Igen! Ahogy pár perccel ezelőtt említettem, a gyógynövényekről fogunk beszélgetni vendégemmel, Dorkával. Szia, Dorka! Szia! Nekem nagyon sok különböző kis jótét növény van otthon, akár mondjuk a borsmenta, a kakukkfű, de ennél különlegesebbeket is hoztál ide a Weekend díszletébe, a stúdióba. Ebben az időszakban, tényleg így januárban, amikor nagyon sokan megfázunk, nagyon sokan szipogunk, orrot fújunk, prüszkölünk és társai, milyen csodaszereket ajánlanál, gyógynövényeket, amit ilyenkor mindenképpen érdemes mondjuk otthonra beszerezni? Igen, hát először is azt szeretném elmondani, hogy a legjobb az, hogyha folyamatosan fogyasztjátok ezeket, főleg az immunrendszert erősítő teák, mint például a kakukkfű, amit hoztam nektek, illetve az orbáncfű még ilyen. Ezt akár felváltva, egyik nap ilyet, másik nap olyat, egy jó hónapig is lehet ebbe a téli időszakba, illetve kúrát is lehet belőle felvenni. A kakukkfű nagyon jó baktériumölő, róla még azt kell tudni, hogy úgy is hatékony, hogyha pici babákat például fürdető vizébe teszel bele, a kakukkfű forrázatából, és akkor ugye a bőrükön át felszívódik a hatóanyag, és erősíti a kis immunrendszerüket. Hogyha megtörtént a baj, és már elindult az orrunk és tüsszögünk, akkor az egyik legjobb úgynevezett náthatea a népi gyógyászat szerint az a bodzavirág. Ugye ennek is forrázatát fogyasztjuk, és nagyon kellemes az illata is, az íze is, ezzel be lehet kuckózni, ez nagyon jól izzaszt, ami ugye a legfontosabb, hogy megszabaduljunk ettől a csúnya náthától. És hát ahogy műsor előtt beszélgettünk, a legtöbb ember igen, inkább már csak tüzet olt, tehát nem igen, feltétlen megelőzés igen, jelleggel iszza mondjuk igen, a kakukkfűteát, hanem igen, így utólag gondolkodik, hogy úristen, akkor most mit tegyek, mit igyak, mivel inhaláljak, stb. Hogyha már valaki mondjuk megbetegedett, akkor nem feltétlen csak fogyasztja az adott növényből készült teát, hanem mondjuk inhalálni is lehet, akár igen, mondjuk, amit mondtál, igen, hogy a gyermekek fürdővizébe. Elnézést, hogy szabadobáltam. Én még azt szoktam mondani, hogy amikor ugye forrázatot készítünk, azt ugye leöntjük a forró vízzel a füvet, hagyni kell 12-15 percet állni, és utána szűrjük le.
és még akkor is ugye elég forró az a forrázat, hogy vegyük a kezünkbe és inhaláljuk be azt a párát, ami keletkezik, mert rengeteget tehetünk azért, hogy ugye főleg egy felső légútnál, mert hogy egyébként a felső légúti megbetegedésnél, mert hogy köhögés csillapítására is nagyon jó a kakukkfű, hogyha azt emeltük ki, igen. És ugye én is kiemeltem egyet-kettőt, hogy például otthon nekem mentalevél, borsmentalevél szinte mindig van. Helyes. Ezek ilyen standard levelek? Igen, bármilyen mentát egyébként nagyon jó, azt is megelőzésre is, például heti egy-két alkalommal, hogyha fogyasztod, akkor baktériumfertőzés megelőzésére tökéletes. Borsmentát említetted, egyébként ez az emésztésre nagyon jó, enyhébb gyomorrontást is lehet vele kezelni, illetve amikor van az a tehetségérzet, ugye karácsonyi időszakban mondtam vendégeknek, hogy a nagy kajálás után egy borsmenta tea is megkönnyíti az emésztést. Tehát arra is jó. Vannak különlegesebb gyógynövények, amiket hoztál, például a bodzavirágról beszéltünk, borsmentáról beszéltünk, Orbáncfű, tehát biztos vagyok benne, hogy mondjuk nagymamámék ismerik ezt, szabad kibontani, csak hogy megnézni, hogy milyen? Tehát biztos vagyok benne, hogy a nagyszülők, elődeink ismerik ezeket jobban, mint mondjuk én, csak meg akarom mutatni. Milyen szép, nem tudom, hogy mennyire tudnak kicsit majd közel jönni a kollégák, hogy ez például mire ajánlod? Hát az Orbáncfűről azt kell tudni, hogy ez egyik legnagyszerűbb gyógynövény egyébként, amellett, hogy immunrendszert erősít szintén, az immunrendszer működését támogatja, a legjobb idegnyugtató. Olyannyira jó, hogy klinikailag tesztelték és depressziót gyógyítanak vele egyébként, tehát kúrában felvéve, ilyen 6-7-es kúrákat javasol a népi gyógyászat, nagyon jól nyugtatja az idegrendszert, de ezt úgy kell érteni, hogy a szívidegességet és a gyomoridegességet, ugye ebből a reflux, ami kialakul, abból a gyomorfekély és esetleg a daganatos megbetegedés, tehát ezt is, mint említettem, inkább megelőzésre, és akkor nem jönnek elő ezek a problémák, de egy nagyszerű gyógynövény. És ő nagyon is immunrendszer erősítő, így van. Forrázata egy kicsit olyan vöröses, én azt mondom, tehát nem az a zöldes vagy átlátszó, de nagyszerű. Nagyon sokat gondolkodtam azon a kérdésen, hogy egyáltalán buta a kérdés vagy sem, hogy vannak esetleg olyan gyógynövények, amiket jobban ajánlottok mondjuk hölgyeknek, vagy éppen férfiaknak. Vagy itt teljesen mindegy, hanem mindenki mindent nyugodtan fogyaszthat, de vannak amúgy különbségek, hogy mondjuk hölgyeknek mit javasoltok? Abszolút, tehát a népi gyógyászat az kiemel különböző gyógynövényeket hölgyek, illetve urak számára, és egyébként érdekes, hogy ezt kérdezed, mert ez a januári időszak, február eleje, január vége, ez pontosan arra alkalmas, hogy megelőzésképpen a női, illetve a férfi ivarszervek működés támogassuk, illetve a húgyutak működését. A cickafark, az gyakorlatilag a kalendárium szerint a Jóisten a hölgyeknek teremtette ezt a növényt, tehát nagyon jó minden ilyen női dologra. A férfiaknak pedig a kisvirágú fűzike az, amit 40 év felett egyébként szoktam mondani, hogy minden férfinek heti egy csészével érdemes fogyasztani, gyakorlatilag ő például a prosztata karbantartója, rengeteg dolog megelőzhető vele. És tehát ilyenkor ugyanazokat a standard dolgokat, időintervallumokat ajánlod, mint amit említettél, és mondjuk a forrázás tekintetében, hogy 12 perc körüli időintervallum legyen? Igen, ez úgy van egyébként, hogy a gyógynövények tekintetében háromféle módon készíthető el. Van a hidegáztatás, például ami C-vitamin tartalmú, a csipkebogyó, ezt mindenki tudja, azt nem szabad leforrázni, mert akkor kinyírtuk a C-vitamin tartalmát, tehát ez hidegáztatással, őt például 6 órán keresztül kell áztatni, és úgy elfogyasztani. Van a forrázat, amit megbeszéltünk, hogy ugye leforrázzuk, állni hagyjuk, leszűrjük és elfogyasztjuk, illetve különböző termésekből, gyökerekből, kérgekből pedig főzetet lehet, az 3-4 perc főzés. Ezt megmondja a népi gyógyászat, hogy melyiket hogyan kell, és úgy érdemes fogyasztani. Mindig a szakembert kell kérdezni, a ti otthonotokban mi található? Mi az, amit esetleg semmiképpen nem hagytok esetleg a kertben, tehát hogy mi az, amit ti fogyasztotok, akár hetente, két hetente? Igazából én 2010 óta folyamatosan teázok, tehát mondhatom azt, hogy ha nem is napi, de két-három napi rendszerességgel, és azt gondolom, hogy rengeteget számít. Nem mondom, hogy nem szoktam megbetegedni, de sokkal hamarabb kilábal az ember belőle. Ami mindig van otthon, az biztos, hogy a kakukkfű, egyébként nagy kedvencem is.
illetve az apró bojtorján is pont azt hoztam el ilyen nagy üvegballonba nektek, amit egyébként a népi gyógyászat mindennapi teaként javasol. Tehát ezt élethosszig ihatod minden nap, nagyon jól karban tartja a szervezetet, más füvekkel is jól kommunikál, és keverék is készíthető belőle. Tehát, hogyha ki kell emelnem, akkor ez a kettő biztos, hogy mindig van otthon, de sokkal több is. Miket a legegyszerűbb esetleg otthon tartani, akár mondjuk kertben, konyhában, stb. Például veszek egy mentabokrot, igen, és akkor otthon levagdosom a leveleket, kiszárítom. Így hogy van. Működik? Mik a legegyszerűbb tea alapanyagok, gyógynövények? Ez, amit mondtál, tehát a menta egyébként is olyan, hogy gyakorlatilag a kertbe, hogyha megveti a gyökerét, akkor kiírthatatlan. Hasonló a citromfű. A citromfű az nagyon finom fűszer is egyébként, tehát amellett, hogy egy nagyon jó nyugtató tea, de mondjuk csirkével egy kis tejszínes, tehát ez nagyon finom fűszerként is. Tehát a menta, a citromfű, kakukkfüvet is szoktak, ugye még ilyen kis sziklakertekbe is, ilyen kis fűszerkertbe, a tárkony, az is finom fűszerként, de ugye gyógynövényként, tehát általában ezek mindenképpen funkcionálnak valamilyen gyógyhatással is. Én köszönöm szépen a segítségedet, Dorka, rengeteg különleges dolgot mondtál, és ötletet is, hogy hogyan fogyasszuk ezeket, és mikor, és egy a lényeg, hogy megelőzés, ne tűzoltás, megelőzés legyen, hogyha mondjuk teáról van szó. Én köszönöm szépen még egyszer, önöknek pedig mondom, hogy egy hét múlva találkozunk, addig is hétvégére nyugalmat, pihenést, jövő hétre kitartást, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!